Egy döntetlen és egy vereség mellett hét győzelem áll a Máté Szajkai MTK női kézilabda csapatának neve mellett az őszi szezonban. Ezzel tavalyhoz hasonlóan magabiztosan az élen várják a tavaszi folytatást a szajkai kézisek az MB2 észak-keleti csoportjában. Én nagyon büszke vagyok a csapatomra, hisz első helyezettként zártuk az őszi fordulót, nagyon sok munkát fektettünk bele, nagyon sok edzés van a hátunk mögött, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó így kerek, és egy nagyon jó csapatom van. Két mérkőzést tudnék kiemelni, ez a Debrecen elleni hazai mérkőzésünk, ott szerintem a 100%-ból 150-et adtak ki a lányok magukból, és azt gondolom, hogy a nézők is és nagyon örültek az eredményünknek, hisz nyertünk két góllal. A másik mérkőzés az pedig a Kölcsei, sajnos azt a meccset elvesztettük, de mégis azt gondolom, hogy 7 gólos hátrányból fel tudott állni a csapatom, és megmutatta, hogy mire képes is. A Máté Szalka kerete a nyáron alig változott. 17 fővel kezdték meg a szezont, csak beállós, kapus és jobbszélső posztokra érkezett új igazolás. A keret erősségét mutatja, hogy a tabellán elfoglalt első helyen túl számos statisztikában előkelő helyen áll a csapat. Örömteli tény, hogy az MB2-es góllövő listát Kis Brigitta vezeti, közel 100 gólt lőtt már ebben a bajnokságban, és még a felénél tartunk a bajnokságnak, úgyhogy ez egy nagyon érdekes történetnek nézünk elébe. A lőtt góljaink száma, hogyha egy kicsit statisztikázunk, akkor azért 285 gólt lőni, az azért nem kevés, vagy 86 gólt lőni, az nem kevés, és azt gondolom, hogy így aztán nagyon-nagyon pozitív mérleggel zártuk ezt a bajnoki évadot. A Máté Szalka számára a téli pihenőt követően január 2. hetében kezdődik a felkészülés napi 2-3 edzéssel a tavaszi szezonra. De nem csak a felnőtt csapat teljesít jól Máté Szalkán, hanem az ifjúsági együttes is eredményesen zárta az őszt. Az ifjúsági csapatunk is kiemelkedően szerepel, hiszen több olyan játékosunk van, aki az ifjúsági csapatba még befér, de a felnőtt csapatban is már egyre inkább meghatározóvá válik. Itt azért még inkább azt kell mondjam, hogy szélsőséges a mérkőzésnek a kimenetele, hiszen nekünk is volt olyan bajnoki mérkőzés, például Kazincbarcikán 55 gólt lőttünk, tehát már-már egy másodosztályú kosárlabda mérkőzés, női kosárlabda mérkőzés eredményhez hasonlító eredmények is születtek. De itt is örömteli tény, hogy például a Demefi vérek azok a góllövőlistának az elején posztolnak, ők is 92-93 gólt lövődöztek, 7.-8. helyen áll a góllövőlistán, de természetesen a többiek is hozzáteszik a magukét, így aztán csapategységként az ifjúsági csapatunk a 4. helyen van, 5 ponttal lemaradva az elsőtől. Az ifjúsági játékosok közül többen a Máté Szalkai Esze Tamás gimnázium csapatában is szerepelnek, az együttes pedig bejutott a kézilabda diákolimpia országos elődöntőjébe. A középiskolában zajló sporttevékenységet a megyei sportgálán díjjal is elismerték.